Start. Start elindult a második magyar futam. Ez az amatőr verseny handicap és a championátusért küzdő két hajtó, két jó sanszt hajt. Gyulai Zoltán, Beatriz Galindo, Étit, Fazekas André, Antonio Svim kocsiában ül, és egy tökéletesen sikerült indítás után az első néhány száz méter a pozíció szerzésről szól. Antonio Svim elmegy vezetni, mögé pedig beül, hát talán a falra, abszolút mögé Beatriz Galindo, AT, mögöttük pedig, vagy mellettük pedig Vaku MQ 7-essel. Tehát ők hárman szépen együtt, mögéjük tapad az az Apalóz, akinek van egy nagyon jó nyerőformája közelmúltból, és közel van Vinok SB is. A vezetőtöst nagyon szépen együtt halad, és próbál egy picit közelebb zárkózni az élbolyhoz a gyengén kezdő Breeze Up, miközben nincsen változás, csupán annyi, hogy Vaku MQ talán fölmegy majd a vezető ló mellé, tehát Antonia Svim, Vaku MQ és Beatrix Galindo AT, ez az első három ló sorrendje. Közepesre váltott a tempó, úgyhogy az első kanyarban kisebb hibát vétő Breeze Up is talán majd meg vissza tud zárkozni, vissza tud csatlakozni a fronthoz. Antonia Svim a favorit tartja előnyét, bár ez minimális, hiszen Vaku MQ ott van mellette. Fej-fej bent a falon, a két nagy ellenfél, Antonia Svim két nagy ellenfele, Beatriz Galindo AT, valamint Apalóza, de Vinok SB is nagyon-nagyon jól tartja magát könnyen kézből, és most már elmondható, hogy Breeze Up is visszatalált a fronthoz, úgyhogy teljesen együtt a hatlovas mezőny, amikor kijönnek a kanyarból, jön lassaská most már az amatőr verseny utolsó 800 méterre. Antonia Svim a falon, nyakhosszas előnye van Vaku MQ-val szemben, Beatriz Galindo AT tovább, és nagyon közeli harmadik húzatja magát ott Antonia Svimmel, a végén, ha lesz útja, ez még akár a győzelmet is jelentheti számára. Vinok SB semekül tartja magát, Apalóza is közel van, egészen komoly finisse van, kilátás. Teljesen együtt a kismezőn jön az utolsó 500 méter, vezet még mindig Antonia Svim. Semmi sem dőlt el, nagyon szépen együtt a mezőny, Breeze Up megérkezésével pedig együtt vannak mind a hatan. Könnyen kézből vezet azonban Antonia Svim, az egyik favorit, de Vaku MQ hiba nélkül komoly ellenfél lehet, és Beatriz Galindo AT pedig abszolút zsákutcában, miután teljesen együtt mindenki. Vinok SB kívül a harmadik spurtban fog támadni, és lehet akkor a rendület, hogy veszélyes lehet akár mindenkire. Apalóza sincs messze. Kézből még az élen Antonia Svim. Antonia Svim vezet, nem nagyon tud elmenni, vagy lehet, hogy nem is akar jobban elmenni, mert akkor útja lesz majd Beatriz Galindo AT-nek. Jön kívül Vinok SB, Beat Antonia Svim pedig vezet, és nem csak vezet, hanem nyerni is fog. Antonia Svim győz, mögötte Vinok SB a második. Apalóza zsákutcában, Beatriz Galindo AT zsákutcában. A kis mezőny ellenére többen nagyon pekhesen futnak.